A legutóbbi után 16 hónappal nyílt ismét új időszaki tárlat a Kohán képtárban. A kiállítóhely a raktárba beépített új polcrendszer szerelési munkái miatt nem fogadott látogatókat az elmúlt két hétben. Június 8-án kedden a Művészet ereje címmel nyílt meg Árvai József kiállítása. Kónya István, a Kohán György Alapítvány kuratóriumi elnöke a megnyitón kiemelte. Ünnepeljük az újraindulást, a magyar kultúrát, ebben is a képzőművészeti kultúrát. Ez egy olyan érték, melyet őseinktől örököltünk, és a jövő nemzetékének kell átadnunk. A mai nap talán szimbolikus jelentőséggel is bír, hiszen újraindul a Kohán képtár. Továbbra is várjuk azokat az érdeklődőket, akik szeretnének megismerkedni nem csak a régmúlt, hanem a mai kortárs festészettel is. És tulajdonképpen a mai nap az alkalom is arra, hogy a Kohán György Alapítványról néhány szót ejtsek, hiszen sokan talán nem is tudják, hogy városunkban van egy alapítvány, csendesen a háttérben dolgozunk, éppen azért, hogy Kohán Györgynek a hagyatékát méltóképpen megőrizzük. Árvai Zsolt, a művész fia, az eseményen kiemelte, az elmúlt 16 hónapban sikerült megéreznie a művészet erejét. Az elmúlt 16 hónap, amely gondolom mindegyikünk számára nagyon nehéz volt, édesapámnak egyedül a kiállításra való várakozás és felkészülés adta az erőt, hogy túl legyen ezen, és ezt az erőt, a művészetnek ezen erejét sikerült nekem is megéreznem. Durkó Károly, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke az eseményen elmondta, 4 évvel ezelőtt már találkozhattunk Árvai József kiállításával az Erkel Ferenc Művelődési Központ földszinti aulájában. 60 olyan festmény került elő az utóbbi években, amelyek most a Kohán képtár időszaki kiállításában láthatók. Ezeket az alkotó az 1960-as, 1970-es években készítette. A képeket látva felfedezhetjük Kohánnak a hatását, de Czóbel Bélának a hatását is, Szentendre bűvöletét, Gyula városának a higat hangulatát, és sok minden mást, amit az ő művész akart kifejezni. Ezek a jellegzetes kék, sárga, piros, zöld színek, erős színek igazán árvaissá teszik ezeket a képeket, hogy sikerült egyfajta saját stílust kialakítania. Amellett, hogy tudjuk, hogy az ő élete elsősorban a szakmájáról szólt, a polgári szakmájáról, és nem a művészetről. Az 1932-ben született művészt Gyulán sokan jogászként ismerhetik, ifjúságvédelmi területen dolgozott. Fiatal korában a Kossuth-díjas Kohán György társaságához tartozott, képzőművészeti tanulmányait Czóbel Béla mellett is folytatta. Ők voltak legnagyobb hatással művészetére. Árvai József kérdésünkre elmondta, saját munkáit az expresszivitás, emellett a motívumok tisztaságának a szentsége jellemzi. Olyan nincs, hogy szórakozásban nem festünk. Mindig csak a motívum, és a motívumnak a lényege. A motívumnak az esztétikai és a filozófiai lényege. És ez adja majd meg a képet. És rossz képet megtartani nem szabad, ez egy elv. És hát éppen ez nehezíti is a dolgot. Én éppen ezért már nagyon régen nem festettem, évtizedek óta nem festettem, hanem csak rajzoltam. Árvai József kiállítása július 11-ig tekinthető meg a Kohán képtárban.